A munkatársaink nagyon sokat gondolkoznak azon, hogy milyen programot, milyen elfoglaltságot, játék lehetőséget találjanak ki az állatoknak. Ugye ez a környezetgazdagítás, és ennek rengetegféle módja van, például fenyőfákkal, karácsonyfákkal is lehet. Már az ünnepre úgy készültünk föl, hogy az Állatkerti Alapítvány egyik támogatóját, az Oázis Kertészettől kaptunk néhány nagyon szép fenyőfát, és hát ezeket, mint játék, mint környezetgazdagítás több állatunk, köztük az elefántok, a vörös vadbivajok, illetve az orszarbak is megkapták. És hát nagyon érdekes volt az állatoknak a reakciója. Ugye az elefántoknál a gondozók több fát is bekészítettek a kifutóba, sőt az egyiket karácsonyfa módjára fel is díszítették. Na persze nem üveg vagy papír díszekkel, hanem almával, sárgarépával, paprikával és más hasonló finomságokkal. És az elefántok azért így a kifutójukban még nagyon sok fenyőfát nem láttak, úgyhogy kissé meg is szeppentek ettől a dologtól. Még volt olyan pillanat, amikor ez a megszeppenés olyan mértékű volt, hogy a két nagyobbik, ugye Angel az anyuka és Arun a nagytestvér, a kis elefántot, a másfél éves Samut maga közé vette, hogy ez biztos, ami biztos. De aztán hamar rájöttek, hogy jó dolog ez a fenyőfa egyrészt, mert lehet belőle enni, le lehet róla enni a díszeket, és hát persze lehet játszani vele, focizni darabjait az elefánt földobálja a hátára, mondjuk a Samu, a kis elefánt pont ezzel nagyon szeretett szórakozni, de még fociztak is, úgyhogy nagyon jó elfoglaltságot kínáltak fenyőfák az ő számukra. Az orszarvúaknál, az afriának, a hím orszarvúnak például az volt a reakciója, hogy hát először megette az almát, amit még a fa köré raktak a gondozók, és utána egy kicsit hogy beledugta a fejét a fenyőfa belsejére, majd a következő dolog az volt, hogy megfordult, odatolatott, és hát egy kis vizeletet oda fröcskölt, mert hogy ők ezzel jelölik meg a területet, ezzel jelölik meg a birtokokat, és hát így birtokba vette a fenyőfát, úgyhogy az mostantól kezdve az övé, ahol aztán senki más nem nyúlhat. A vadbivajoknál nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen a gondozók úgy készültek, hogy néhány finom falatot is telepítették a fenyőfa köré, hogy hát ha majd az az érdeklődésüket ösztönzés, akkor majd a fenyőfa is ennek kapcsán fogja érdekelni őket. De Rudinál, a hím vörös vadbiványnál azt tapasztaltuk, hogy eleve már a fenyőfa sokkal jobban érdekelte, mint a finomságok körülötte, elkezdett enni belőle, és hát aztán elkezdett játszani vele, dobálni minden irányban, azzal a módon, amit általában tülkösszarvaktól azért lehet ilyenkor látni. Úgyhogy tulajdonképpen ő elsősorban a játék lehetőséget látta meg benne.